Néhány méterre a római Szent Péter tértől egy több száz éves kastélyban meleg ételt és menedéket kínálnak a rászorulóknak. A Palazzo Migliorit még tavaly novemberben nyitotta meg a pápa, azzal a céllal, hogy a rászorulóknak egy új életkezdetét jelentse. Sok szegény ember jött ide, és többen végül rátaláltak az útjukra, az otthonukra. Voltak, akik hazatértek a családjukhoz, mesélte a Santa Gidio közösség igazgatója. Az új életre való esély pedig most a koronavírus járvány idején talán még fontosabb, hiszen a hajléktalanok nem tudják igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat. Jelenleg a járvány miatt nagyon nehéz bekerülni az egészségügyi rendszerbe, és ez a körülmény most nagyon nagy kihívást jelent. Félnek bemenni a kórházakba, nincs lehetőségük ellátáshoz jutni, hiszen próbálják elkerülni a tumultust a sürgősségén, amikor csak lehet, mondta a közösség egy önkéntese. Verso altre cose in altre situazioni. Sajnos most ez a helyzet. Minden kórház a koronavírussal van elfoglalva. Az utóbbi hónapban hárman haltak meg ezen az utcán, egyedül, itt ezen a sarkon. És egyikük sem a koronavírus miatt, hanem mert magukra lettek hagyva, tette hozzá Carlo Santoro. Visszaadni a hajléktalanoknak és a szegényeknek a méltóságukat nem csak a szállás biztosításáról szól, hanem a támogatásról, hogy érdemes legyen egy új életet kezdeniük, fogalmazott az Euronews római tudósítója. Ez a hely nekem most az otthont jelenti. Alhatok, megmosakodhatok. Köszönjük a pápának, aki megnyitotta ezt a helyet tavaly. Máskülönben hol lennénk most, mind a 32-en, mondta Mario, az egyik vendég, akit családra talált, és most mind együtt töltik a karácsonyi ünnepeket. Egy különleges kötődés alakult ki a karácsonyi asztal körül a Szent Egidio közösség tagjai között. Nem csak a szegények kötődnek egymáshoz, hanem mi is hozzájuk, hiszen itt egy család alakul ki. Olyanoknak, akiknek nincs családjuk, azoknak, akik egyedül maradtak volna karácsonykor, tette hozzá a közösség igazgatója.